Üdvözlök mindenkit újra itt a Főzőbirodalomban. Snack idő, nasolási idő, az következik most, főleg, hogyha elkészítjük ezt a sajtos, sonkás, ropogtatni valót. Szerintem kedvenc lesz az asztalon, hiszen mindenki imádja a nyúlós sajtot a sonka fölött, és ráadásul bezárjuk ezt egy igazán jó kis vajpite tésztába. Nagyon egyszerű, nagyon gyors, szerintem költségkímélő is, úgyhogy gyorsan neki is látok, hogy legalább mi megkóstolhassuk. Elkészítjük a tésztát. 100 g liszthez 100 g igazi vaj kerül. A vajat hűtőből vettük ki, és felkockázom, majd nagyon gyorsan összedolgozom. Ezt a robotgéppel is meg lehet tenni. És akkor még jobban kíméli a tésztát, hiszen ugye ezeknek az a veszélye, az ilyen nagyon könnyű, ropogós kis vajas tésztáknak, hogy nagyon könnyen szétesik a vaj szerkezete, és ezáltal megváltozik a tészta állaga. Viszont most nem vógunk, így nagyon gyors mozdulatokkal elmorzsolom a hideg vajkockákat a liszttel és fél evőkanál sóval. A vaj már olvad a kezem között, az ujjaim között, úgyhogy egy tojást felvertem, és hozzáadom, hát úgy a felét. Egyszer egy főzőkurzuson volt a becsapós kérdések egyike, hogy hogy adunk valamihez hozzá egy fél tojást, hát nagyon sokan bedöltek a csapdába, de ez ugyanaz a főzőkurzus volt, ahol nagypofájú kuktának neveztek, és hát itt sem fogtam vissza magam, úgyhogy végül is megnyertem a feladatot, és azóta is praktizálom a remek technikát, viszont fél tojást így adok hozzá. A másik felét ott tudjuk felhasználni, hogy a végén lekenjük vele a tésztát. A tészta összeállt, egy picit belisztezem, és ki is nyújtom rögtön. A sütőt előmelegítettem, és előkészítettem egy ilyen kisebb tepsit. Ezen fogom kinyújtani. Ezzel is viszonylag gyorsan kell dolgozni. Hát viszonylag, hát nagyon gyorsan. Nem is választhattam volna jobb szettet ehhez, mint egy fekete szett. Ketté vágom, hiszen az aljára és a tetejére megy. Egy-egy réteg tészta. Nagyon-nagyon olvad a vaj. Azért is teszünk hozzá egy kicsivel kevesebb lisztet, hogy aztán itt a nyújtásnál, a sodrásnál tudjunk még egy picit segíteni magunkon azzal, hogy adagoljuk. És akkor igyekszünk feltekerni, a tepsit pedig egy picit kivajazni és kilisztezni. Mivel nagyon vajos a tésztánk, ezért nem fog leégni, de ezért szeretem bebiztosítani magam. Széleihez így még hozzá tudjuk illeszteni, és egy kicsit nyomkodni. Van, aki egyébként azt a formáját választja, hogy nem is sodorja, hanem csak bele nyomogatja a tésztát, amit kétfelé osztott. És akkor jön a rétegezés. Egy réteg sajttal indítok. Most egy kicsit megborsozom. És akkor jön egy jó, nagy adag sonkaréteg. Borzasztóan lisztes és ragacsos a kezem, de mivel még a másik tészta hátra van, ezért nem nagyon fogok mosakodni. Szépen megpakoltam.
és akkor jön rá még egy réteg sajt. Tésztájában van kellő mennyiségű só, és ezért a gépsonka azt tartalmaz szintén elég ízt, ezért gondoltam, hogy többet már nem teszünk bele, de zöld fűszereket is lehet beleaprítani, vagy szárítottan a tésztájába is belegyúrni. Bármit elbír. Mi több, hogyha egy kicsit olaszos hangulatra vágyunk, még a zöld fűszereken túl, akkor jöhet bele sűrű paradicsompüré is, de az a legjobb, hogyha ezt nyáron mondjuk ti pürésítitek a finom, friss paradicsomokból. A tésztát amennyire lehet kinyújtottam, és majd még beleillesztem. Ez az egyetlen rész, ami kicsit pepecs munka, de mivel az egész majd összeolvad, összeáll, ezért nem látszódnak majd az ilyen kis repedések sem. Jó szépen beletétegeztünk mindent, amit csak lehetett most itt az asztalról, és ami hátra maradt, még egy kis szezámmaggal szórjuk meg a tetejét, de előtte megpirítjuk, hogy egy kicsit finomabb íze legyen. A sütő már melegszik, 180 fokon, 15-20 percig sütjük csupán, úgyhogy nincs sok időre szükségünk, hogyha elfogy, akkor is tudjuk pótolni, hogyha elég alapanyaggal rendelkezünk. Egy pupozott evőkanálnyit pirítunk erre a mennyiségre, hogyha nem szereted, akkor akár köménnyel, akár egy kis mákkal, mármint nem darált mákkal megszórhatod, vagy csak úgy szimplán tojással lekened, ahogy most én is. A szezám magunk el is készült, nagyon érzékeny kis magvacska, úgyhogy azonnal hűtöm is, hiszen hogyha benne hagyjuk még, akkor tovább pirul, sül, és abból már éget lesz. Elkészült. Ezt majd a tepsiben szeleteljük fel, kockákra vagy háromszögekre, de sokan csinálják úgy, hogy egy pogácsa szaggatóval igazi kis pogácsákat, sajtos sonkás pogácsákat szaggatnak belőlük, na hát ez úgy igazán kelendő, jó ír a házi asszonyoknak, hogy amennyiben köröket szaggatunk belőle, sok a maradék és a hulladék, amit hete közben, hát nekünk kell elfogyasztani. Na hát akkor most sütöm, és aztán hozom. Megsült a finom-finom kis zamatos ropogósunk. Hát igazi vaj van benne, ami 82% fölött itt jelent, azért hangsúlyozom igazinak. Sonka jó sok rétegben, és sajt. Na, egy kicsit hagytuk kihűlni, és akkor szeleteljük is. Igen, pont ilyenre terveztük. A pogácsában mindig azt hiányoljuk, hogy nem eléggé szaftos, nem eléggé érezzük benne a tölteléket, és hát valami úgy hiányzik, nem érezzük a vajat benne. Na hát ebbe pont minden érződik, ami eddig elmaradt. És hát remek az illata, gyorsan elkészül. Nagyon szapora, bármilyen alakzatba formázhatjuk. Szerintem jó lett ez. Úgyhogy hát lehet, hogy egy szélét megkóstolok azért, hogy még jobban tudjam nektek ajánlani, meg tulajdonképpen nagyon régóta vettem már. Nagyon jó. Úgyhogy bátran egyétek, vegyétek, mert szerintem nagyon jó ajándékba is, partira is, és akár egy könnyebb leves mellé is. Úgyhogy hajrá, sziasztok! Thank you.
Műsorunkat friss zöldséggel és gyümölccsel támogatta a Tapolcai Pacsirta és Bacsányi utcai zöldség-gyümölcs szaküzlet. Zsófi főzőbirodalmát friss hús alapanyaggal a Pápai Hús Kft. Tapolcai húsáruháza látta el.